S a Millás reggeliben mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Hát nagyon köszönöm egyrészt az kedves szerkesztőnek, hogy Tordján József születésnapjára, aki ma 89 éves lenne, ezt az aranyköpést választotta, illetve megkülönböztetett tiszteletem Kántor Endrének, mert aki azt mondta, hogy ezt most te fogod. Nem, hát én azt gondoltam, hogy Ács Gábor hangján kéne ezt beolvasni, ha már ő választotta. Mindegy, ezt. Volt olyan idő, amikor a magyar parlamentben, vagy sajtótájékoztatón, vagy nem is emlékszem már pontosan, Tordján József hol mondta azt, hogy ügyvédet perrel, szépasszonyt kemény szerszámmal megijeszteni nem lehet. Mint mondtam, a parlamenti stand-up nagymestere Tordján József 89 éves lenne ma. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye,